Rászoruló gyerekek karácsonyi kívánságai váltak valóra, kerületi cégek nagylelkű felajánlásainak köszönhetően. Budafok Tétény önkormányzata pedig fenyőfát ajándékozott a hátrányos helyzetű családoknak és időseknek. A kerületben több rászoruló család van, mi közülük 40 családnak tudtunk a Prologis és a Security Master segítségével ajándékot adni, az önkormányzat segítségével fát adni, ami nagyon nagy megtiszteltetés nekünk. A Prologis a világ vezető logisztikai ingatlan vállalata, 15 éve a kerület közösségének aktív tagja. Ugye 800 darab ledégővel támogattuk a helyi családokat, mi a Prologisnál hiszünk a jó szomszédi viszony erejében, és abban, hogy felelős vállalkozásként példát mutassunk. Az együttműködésünk az önkormányzattal hosszú évekre nyúlik vissza, és ebben az időszakban is igyekszünk maximálisan mellettük állni, segíteni a rászorulóknak ezekkel az energiahatékony, költséghatékony izzókkal, ezáltal egy kis fényt vívve a karácsonyukba. A Prologisnak Magyarországon nagyon aktív tervei vannak, fejlesztési terveink, illetve nyilván a meglévő bérlőinkkel, hogy szoros együttműködéssel szeretnénk a portfóliónkat minél stabilabban, minél hatékonyabban üzemeltetni. Hosszú távon természetesen a növekedés, és az, hogy minél jobban részt tudjunk venni a helyi folyamatokban, közösségekkel együttműködve, a cégekkel együttműködve tudjunk együtt növekedni. Karácsony közelettével egyre többen ajánlják fel segítségüket, hogy apró ajándékokkal tegyék szebbé az ünnepet. Környezetünkben lévő nagy cégek sokat segítenek. Ezek közül az egyik a Prologis nevű logisztikai vállalat, amellyel most már hagyományos együttműködésünk van, hiszen másfél vagy két évvel ezelőtt volt Nagy Tétényben az az akció, amikor a családokat szociális szempontból is támogatta az önkormányzat és több cég is. Ezek közül volt egyik a Prologis, és ebbe volt szigetelés a házaknál, volt tüzelőanyag, volt energiatakarékos izzó, olyan berendezés, ami a vízfogyasztást optimalizálta. Tehát a környezet tudatosság és a rászorulók megsegítése egyben jelentkezett. És ennek olyan sikere volt, hogy ezt az akciót folytatjuk most együtt a Prologis-zal, de hát az ünnep fénye azért a karácsony, a fenyőfához, a karácsonyfához kötődik, úgyhogy ez sem marad el idén sem, és azok a már megszokott ajándékok, amik nem már a kolléganők nagyon jól tudják, hogy melyek azok, amely ünnepi is, meg könnyebbé is teszi a rászorulók életét. A gyerekek csillogó szemekkel vették át a szépen becsomagolt ajándékokat.